A főispán jókedvűen ébredt. Kellemes alvása volt, álomtalan is nyugodt, mint az egészséges embereknek. A szobában már égett a tűz, otthonra való ruhája, cipője ott állt gondosan kikészítve az ágy melletti széken. Természetes volt, hogy minden ott van. Ing, nyakkendő, harisnya, minden úgy, és minden az, ahogy szokta, s amit viselni szokott. Ez a természetes, kellemes volt és megnyugtató, egymagában is boldogság, majdnem gondos asszony és tökéletes háztartást érzett, mely egyúttal magasabb rendű kultúra is gyakorlati megnyilvánulásban. A főispán elnyújtózott az ágyban, s a feleségére gondolt, ide tova tizenkét éve éltek együtt, békességben és összhangban. A mélyen magában nézett, el kellett ismernie, hogy szereti feleségét, bár házasságuk nem volt kimondottan szerelmi házasság. És a szeretet nem volt holmi, elemezhetetlen érzelmi vakság, szenvedétől fűtött bizonytalan érzés, józan volt és elemezhető. Tiszteletből, bajtársi megbecsülésből, egyszerű és érthető rokon szemből tevődött össze, ami kiárt a tökéletes háziasszonynak, a gondos anyának és figyelmes feleségnek. És végül a dámának, kiben minden pillanatban, minden mozdulatában és cselekedeteiben megérezte a méltó társat a magasabb emberi kultúrához vezető utat. Magasabb emberi kultúra. Ez mindkettőjük számára a rendet, a tisztaságot, anyagi és szellemi függetlenséget, ennek a függetlenségnek minden eszközével megalapozott biztonságát jelentette. Tiszta gallért, fürdőt, vasalt ruhát, gondosan takarított szobát, kesztyűs inast és fényesen csillogó veretet a lovak hámján és mindezek tetején valami puritán és egyszerű becsületességet, mely másokkal szemben és földi javakkal szemben megvédi az embert minden elfogultságtól, léha könnyelműségtől és híjú cifrálkodástól. Az ember ruhája legyen tiszta és rendes, ezt vallották mind a ketten. Se pecsét ne legyen rajta, se gomb ne hiányozzék, és készüljön, ha lehet a legjobb és legtartósabb anyagból. De ne legyen feltétlenül új és mindenáron divatos. A cseléd legyen rokonszemves, szófogadó, kevésbeszédű, és kapja meg minden elsején pontosan a fizetését. De felesleges, hogy Libériáján címeres ezüst gombok kivalkodjanak, s lenézze miatta az egyszerűen öltözött parasztot. A ház is legyen tiszta, napos, jól szellőztetett, partalan. És nem okvetlenül szükséges, hogy homlokzatán, kapuján és más feltűnő helyeken döjfös címerekkel vakítsa a világot. Az ember élete pedig legyen egyszerű és emberséges, a tisztesség útján haladó, józan, okos és előrelátó. Ne legyen kicsinyesen önös, de ne is mindent másokért föláldozó. Tisztelje mindenkiben az embert, de elsősorban önmagában, és igyekezzen hibátlan ember lenni, hogy ezáltal legyen jó hazafi. Mindez együtt neki és Erzsébetnek magasabb emberi kultúra. Olyan, amihez hasonlatosan külországokban látott német és holland városok polgárainál, kik a maguk alapos, nyugodt, patríciusi rendjét évszázadok óta őrzik a régi családi házakban, melyeknek falán az ősök, éppen olyanok akár az unokák. Itt, ebben az országban nincsenek hozzájuk hasonlók. Talán ők ketten az elsők. Ő és Erzsébet de utániuk folytatódni fog, s Magyarország általuk lép be Európába. Igen, ez a cél, ez a hivatás, Európát behozni Erdébe. Igen, ez az, és semmi egyéb. A főispán frissen kiugrott az ágyból, hideg vízzel lemosta magát és felöltözött. Magára vette a kikészített tiszta inget, nehéz sötét szürke angol szövetből készült vadászruhát, tompa orru sárga vadászcipőt, zsebeibe megszokott és gondos renddel helyezte el az éjeli szekrényen levő holmikat, s mielőtt Kilépett volna, megelégedetten végignézte magát a tükörben. A szomszédos dolgozó szobában várta már a reggeli. Ilyenkor, ha nem volt vendég a háznál, ott szokott reggelizni. Kávét, bivajtejjel, két kocka cukorral, roskenyeret szalonnával és utána egy pohár szilvóriumot. A reggeli mellé már oda volt készítve a szivardoboz, és jól lesett arra gondolni, hogy néhány perccel azelőtt bizonyára bent járt már Erzsébet, megnézni, hogy úgy van-e minden, ahogy kell. Kávé, roskenyér, szalonna, kitűnően ízlett. A szilvórium után kellemes érzés volt rágyújtani a szivarra. Aztán bejött Erzsébet, és kedvesen, jó reggelt kívántak egymásnak. A főispán udvariasan felelt, és elébe ment néhány lépést, az asszony pedig mosolyogva tartotta csókra az arcát. Jól aludt, Gábor? Jól, kedves hát maga? Én is. Mind a ketten egészségesek voltak, nyugodtak, derűsek, és biztosan érezték magukat az életben. Beszélgettek a háztartásról, a gazdaságról, a szomszédokról, és mindarról, amit egymással közölni szükségesnek láttak. Később bejöttek a gyerekek is, elől Istvánka mögötte Margitka, és Gábort kézen fogva vezette a francia nevelőnő. A gyerekek kezet csókoltak, még Gáborga is. A főispán megcsókolt a homlokukat, végig simított a fejükön, és mindegyiktől kérdezett valamit. Végül megkérdezte a nevelőnőt, nem volt-e baj velük a héten, mire a sovány és öreg francia leány elvörösödve a kitüntetéstől, természetesen azt felelte, hogy nem volt. Erre mind a három gyerek kapott egy-egy piculát, azzal, hogy tegyék a persejükbe. A piculákat a sovány francia hölgy gondosan elszedte tőlük, nehogy elveszítsék játék közben. De játékra már nem került sor, mert Pistainas bejött az ajtón, összecsapta a bokáit, és katonásan jelentette, hogy a tisztartó úr kint várakozik. Erre a gyerekeket elvitték, velük ment Erzsébet asszony is, és Brentcsák belépett a szobába. Alázatosan kívánok jó reggelt, méltóságos uram! Recsegte hangosan az ajtóban, s mélyen meghajolt hozzá, hogy a vér mind az arcába tódult, mely elég vörös volt, amúgy is már. A főispán leült az íróasztalhoz, és onnan nyújtott kezet. Jó reggelt, Brencsák! A tisztartó odalépett, óvatosan megfogta a főispán kezét, s még mélyebbet hajolt. Az ránézett vörös arcára, Melyen a hajlongástól az erek kidagadtak. Még megüti a guta egyszer, ha ennyit hajlong, gondolta, aztán a parketre nézett, melynek fényes, barna kockáin apró tócsákban látszott meg, brencsák havas csizmáinak a nyoma, és arra gondolt, hogy az inas megint kárunkodni fog magában, amikor meglátja. Aztán Szelíden az egyik karos székre mutatott. Üljön le, brencsák. Prencsák leült, kinyújtoztatta vastag lábait, és meglátta, hogy csöpök csizmáiról a megolvat hó a fényes parketre. Erre gyorsan maga alá kapta őket. Zavartan krákogott néhányat, arca még vörösebb lett ettől, bajusza borzosan lógott a szája elé. Széles mozdulattal félrelökte. Na, mi újság, Brencsák? És Brencsák mondta, hogy az erdővágást befejezték a héten, a fogadtok hordják a trágyát, két tehén megborjadzott, egy süldő megdöglött, de a juhók istennek hála már nem döglenek, a dobolyok kivették a kaszálót negyedét, ők is hordják, szekerek, ekék, boronák, mind rendben vannak. Beszélt, beszélt Brencsák kicsit előredülve ült a nagy karosszékben, cseppet sem otthonosan, a parkettől és az előkelő környezettől feszélyezetten, és beszélt. A főispán figyelmesen hallgatta, néha közbevetett egy-egy kérdést, bólogatott, és szórakozottan nézte Brencsák úr otromba csizmáit, melyről szürke tócsa olvat le már a karosszék alatt. Brencsák úr pedig hirtelen ezt mondta. Megfogadtam az új ispánt is, méltóságos uram. A fő ispán szórakozottan bólintott. Jó, remélem, ügyes ember lesz. Hogy hívják? Brencsák úr szuszogott egyet, aztán belefújt az orrát nagy kockás zsebkendőjébe, s az arca újra kiveresedett. Ügyes ember, méltóságos uram! Felelek érte. Bács Jánosnak hívják. A főispán felfigyelt erre a névre. Nem nagyon meglepetten, nem is kíváncsian, csak éppen egy kis érdeklődéssel a hangjában. Bács János. Ennek a... az izé, ennek a bácsnak a fia. Berencsák vörös ábrázatára kiütközött az izzadság, törült törölte le zsebkendővel. Igenis, méltóságos uram, nyögte nehézkésen, innen dobolyból való. Aztán hirtelen mása térítette a szót. A búzák jól telelnek, hála Istennek, nem lesz baj velük. A takarmány is úgy látom elegendő lett, ha bár nem ártana azért megvenni a pap szénáját mert nem lehessen tudni mégsem, mikor jön a tavasz, meg aztán az ökröknek kell majd tavaszi szántásra. A főispán csak nézett rá szórakozott szemekkel, s agyában igyekezett visszapergetni mindazt, amit erről a bács fiúról hallott még az apjáról. De aztán csak ennyit mondott a végén. Jóna, csak utána kell nézni ennek az ispánnak, Brencsák, erősen utána kell nézni. Igen, és méltóságos uram, hogy ne, természetesen fogadkozott buzgón a vörös tisztartó, hogy ne, természetesen. Így került bács János számdú dászkál fia a varjasi uradalomhoz ispánnak. A nap ferdén is hidegen tűzött az istállók fehér falára. Tiszta, csípős délután volt. A levegőben fagyott pára csillogott. A füstölgő trágyadombon verébraj melegedett, s a csűr tetején kövér kövérvarjak gunnyasztottak, szemközt a nappal. Az új ispán ott állt a tehén istálló falának támaszkodva, és lefelé figyelt a kastély irányába. Ebben az időben szokott kijönni, a báró, hogy megnézze az istálókat. Brencsák tisztartó ezt többször is a lelkére kötötte. Egyáltalán Brencsák tisztartó jól kioktatta, mondhatni apai figyelemmel a báró szokásaira, hogy nem szereti az ácsorgó embereket, az olyanokat, akik dologtalanul állnak, és az olyan ispánokat, akiknek nem jár eléggé a szája. Brencsák tisztartónak ez az apai figyelme nem volt egészen önzetlen. Bács János és Brencsár Eszterke nyár óta értik egymást, s a Dászkál 45 hold földje egészen jó kis birtoknak látszott. A fiú pedig ügyes, idővel tisztartó lehet, és az ezzel járó jövedelmek legalább továbbra is a családban maradnak. Ha ő megöregszik. Bács János tehát ott állt a tehénistálló falának támaszkodva, és figyelte az ösvényt, mely a kastély fái közül fölfelé kanyargott. Fekete hajú, széles válló, középmagas fiatalember volt, erősen barna ábrázattal, és egy állandó hegyke mosolygással a szája körül. Előbb román iskolába járt Balás falván, de aztán beállt magyarnak. Megtanulta a talpra magyart, s lelkesen szavalta minden ünnepélyen, lelkesebben, mint maguk a magyarok. Kiárt néhány esztendőt a kollégiumban is, csizmát hordott, lovaglónadrágot, vadászkalapot és bőrbekecset, és bácsú helyett bácsnak írta a nevét. A környék románjai és magyarjai csodálkozva figyelték a dászkál Jonél fiának furcsa átalakulását. Maga bács szándú, titokzatos és sötét arccal hallgatott, ha célozgatni kezdtek előtte az emberek, a Jonélből lett Jancsi pedig hegykén is bizakodva mosolygott. Ez a hegyke mosolygás tetszett meg rajta a kis szeplős, brencsák eszterkének. Brencsák Eszterke vörös volt, mint az apja, és szeplős, mint az anyja. Egyébként alacsonynak és gömbölyűnek formálták az égi hatalmak, kis bársonyos kövérséggel az álla alatt, és ábrándozó, vizes kék szemekkel. Eszterke jól nevelt úrilány volt, s tetszését néhány hétig csak hirtelen elpirulásai alá rejtette, valahányszor bács Jánossal összetalálkozott. Odahaza azonban a tisztartóhoz sűrű csipkefüggönnyel elsötétített szobájában borzongó állomokat szőtt, és izgatóan szép elképzelésekkel gyötörte vágyakozó szívét, melyek mind bács János szerelme körül forogtak. Aztán egy napon, és ez éppen az Iványi jegyző neve napján történt, hajnal felé, midőn a cigányok már izzatra hegedülték magukat, s az ünneplő társaság reket énekléssel és neki gombolkozással ült az ebédlőasztal körül, kicsit szezgőzösen és fölhevülve, szóval azon az emlékezetes névnapon, úgy hajnal felé, Félórás erőltetett csárdás után Bács János karomfogta esztikét, És kivitte a kertbe. Nyár volt, és persze holdvilág. Meleg volt, És izzadt Bácsi János homloka. Hú, meleg! Lihegte kifulladva esztike, S fejét, mely forró volt és borzas, gyöngéden az imádott férfi vállának támasztotta. Ez okozta-e, vagy bor, vagy a harmatos éjszaka illata, vagy egyébként is hasonló szándékok vezették bács Jánost, azt nem lehet tudni. De elég az hozzá, hogy abban a pillanatban átkapta Eszti kederekát, jól magához szorította, másik kezével elfogta a fejét, és minden magyarázat nélkül szájon csókolta. Jaj, János, az Istenér mit akar? Nökte Esztike felcsukló elragadtatással, s ő maga is átkarolta a merénylő nyakát. Ezt a kérdést valamivel szemérmesebben még egyszer megismételte, midőn véletlenül vagy szándékosan beletántorodtak a mellettük álló frissen gyűjtött sarjobogjába. Azonban akkor is elég értelmetlen kérdés volt ez Esztikétől, mivel tökéletesen tisztában volt azzal, hogy bács János mit akar. Itt talált rájuk Brencsák, aki szellőzködni jött ki a friss levegőre. Határozottan szerencsétlen találkozás volt ez, Eszterke két csattanós pofont kapott, Bács János pedig iramodott át a kerten neki a kukoricásnak, ahogy a lába bírta. Minden oka megvolt erre, mert a karó, amivel Brencsák kergette, határozottan hegyes volt, s legkevésbé sem látszott megnyugtató szerszámnak olyan ember kezében, akinek egyetlen célja, hogy keresztül döfje vele azt, akit utolérni igyekszik. Blencsák azonban nehéz volt, és szerencsére kissé szívbajos. Nem bírta sokáig a futást, és meg kellett elégedjen azzal, hogy visszatérve a mulató házhoz, az ordítva beígért deréklettörés helyett még két istenes nyaklevest lekent a szemérmesen sivalkodó leányzónak. Az ügynek azonban nem lett ezzel vége. Bács János úgy látszik, olyasmit fedezett föl az Iványi jegyző sarjújában, ami megérte a kockázatot. és így néhány nap múlva, vasárnap délelőtt, megjelent a tisztartó égnál. Kiöltözött, hosszú nadrágot húzott, még virágot is vitt. És megkérte az eszterke kezét. Természetesen a karóról nem esett szó. Brencsák úr rövid megfontolás után kinyújtotta atyai jobbját, hogy hát édes fiam, ha Eszterke is úgy akarja. A mama pityergett, Eszterke szeplői kigyúltak, Brencsák óbort hozott fel az urasági pincéből, és megállapodtak abban, hogy tavaszon, a vetések befejeztével meg lesz az esküvő. Ez a meséje annak, hogy Pál Feri, az ispán, restnek és semmire valónak látszott, s januárban bács János foglalt el a helyét. Aki ott állott, azon a szép és csikorgó vasárnap délutánon a tehén istálló falának dűlve, s ügyelte a kastély felől jövő utat. Az istálló szárnyas ajtaja nyitva volt, Bent a jászolnak dülve dudorászott a tehenes, a hónapos fiú a borja kerítésén ült, és lógatta a lábait. Szemben az ökör éppen olyan vasárnapi hangulat volt. Két béres a küszöbön ült, és pipázott. Másik kettő lomha lassúsággal hordta ki sarogján az összegyűlt ganét. Lehányták a trágyadombra, álltak mellette, és beszélgettek. A többi négy ott ácsorgott a szénakazalnál, villára támaszkodva. Az új ispám nem törődött velük. Az ösvényt nézte, s közben esztikére gondolt. Vajon jól vásárolt ezzel a lányjal? Látta magát, mint uradalmi ispánt. Tavasszal új ispán építenek, két szoba, konyha és a többi. Két tehéntartás, négy tartás, kocatartás, lótartás, konvenció. Meg lehet élni. Na meg aztán az após, mint principális. Na meg aztán segíts magadon, Isten is megsegít, ahogy lehet. Van vede, dünnyögte mosolyogva, hazai nyelven, majd meglássuk. Megfordult, bement az istálóba. Kellemesebbnek látszott a jó meleg tehén szakban várni. Oda intette a lábát lógató, hónapos fiúnak, románul szólt hozzá. Erégy állj az ajtóba, ha jön a bárónu, szolgálj, de nyisd ki a szemed. Aztán beült a jászolba, a széna közé, és elővette a dohány tárcáját. A főispán jött, bundás bekecsben, vadász a fején, Kezében szöges végű kamposbotjával jött a kasti udvarból fölfelé. Előbb az istállóhoz ment, az lentebb volt a többinél, bement, végignézte a lovakat, elbeszélgetett a kocsisokkal, mikor onnan kijött és felnézett a tehén istálló felé. Az új ispán ott állt az udvar közepén, s dörgő hangon szitta a béreseket. Hozogjatok! Az öreg Isten döntse rátok a világot, sok tolvaj naplopó. Majd megtanítalak én benneteket. A fő ispán hallgatta. Új seprő, jó seper. Gondolta, s elmosolyodott. Fent a két istálló körül valóban nyüzsgött a munka. A béresek futva hordák a ganét, csak billentettek egyet a sarogjám, s futottak vissza. Szaladva hordták a szénát, az ajazni valót. A tehenes serényen kefélte a fényes szőrű tehenek farát, a hónapos fiú szapora kézzel vágta a borjak számára a répát, az új ispán pedig katonásan összevágta a csizmát, s úgy jelentette. Méltóságos báró úrnak alázattal jelentem, készülünk az esti fejésre és takarmányozásra. A főispán végignézett az új ispánon, tetszett neki. Serényen, szigorúan dolgozott, katonásnak látszik, gondolta. Hogy hívják magát? Bács János jelentette alázattal. Persze, Bólogatott persze, és még egyszer megnézte jól, most már élesebben, vizsgálóbban. Na csak végezzék a dolguk szaporám, nézzen mindennek után a fejésnek, abrakolásnak, a trágyát egyengessék el, ne lökjék csak úgy oda, mint kutya a piszkát, micsoda dolog ez. Annak az ajtónak pedig igazítsák meg a sarkát, hogy ne lógjon úgy. Ma reggel esetle jelentem. Akkor ma reggel kellett volna megigazítani, értette? Bács János összekapta magát. Igenis, értettem. Éjszakai, sűrűn és rendszertelen időben vizsgálatot kell tartani az istállóban. Hogy minden szeres a helyén legyen. A jászlakban legyen takarmány, rágjon az a marha étszaka és hajnali etetésnél, takarításnál pontosan talpon legyen mindenki. Ez a maga dolga. Igenis, méltóságos úr. A főispán végignézte a teheneket, borjakat, kikérdezte a tehenészt, melyik mennyi tejet ad, mikor ellett, mikor kell borjadzon. Már hallott kifelé, mikor meglátotta hídláson egy gyufaszálat. Kidohányzott itt? Kérdezte szigorúan. Szeme összeszűkült, szakállas arca kihegyesedett. Ki dohányzott itt? Ispán és Tehenes összenéztek. Bácsi János lehajolt, és fölvette a gyufaszálat. Arca vörös volt. A Tehenes szólalt meg először. Játszottak a gyerekek instálom. Biztosan azok hagyták itt. Nem dohányzik itt senki az istállóban, nincs tálom. Szetán, Isten őriz, nem akarom mi bajt. A főispán keményen nézett végig rajtuk. Ha meglát valakit dohányozni, azonnal rúgja ki. Megértette, bács? Azonnal kirúgni, és mást fogadni helyette. Nem tűröm, hogy az istálomban dohányozzanak maga pedig maradjon itt a takarmányozásnál, és ügyelje a fejést. Igenis, méltóságos úr. A báró kiment. Az ispán összenézett a háta megett a tehenesse, vigyorgott és legyintett. Vigyorgott a tehenes is, elfordult. Értették egymást. Egyik bácsionél volt, másik Marizsnyán Dumitru. Brencsákot a kockánál találta. Úgy támaszkodott a kerítésnek, mintha legalább egy órája ott állna. Pedig még lihegett a sietéstől, ahogy a kert mögött fölszaladt, midőn érte jött a béreslegény, hogy a báró elindult az istállóhoz. Ezt az új ispánt kurtára kell fogni, bráncsák. Ne neveljen urad belőle. Dolgot adni neki, és folyton ellenőrizni, értette? Igenis, méltóságos uram, megértettem. Brencsák köhögött és fújta az orrát. A főispán tudta, hogy mondani akar valamit. Várt. Egy idő múlva elkezdte a tisztartó. Méltóztatott látni az új fiasztatót? Láttam. Ebben már malacoztathatunk akármilyen hidegben. Hallgattak. A kocák rágták a csöves török búzát, dőfölődtek. Prencsák újra köhögött, újra fújta az orrát, újra elkezdte. Most már hála Istennek mindent fölépítettünk. A fő ispán bólintott. Prencsák folytatta. Még csak éppen egy ispán lakás kellene. Ispán lakás. Aludhatik az ispán az irodában, mint eddig. Brencsák krákogott. De ha megházasodik, akkor keressen magának állást máshol. Nekem legény ispán kell. De alázatosan kértem, ha ügyes ember, akkor kár lenne elbocsátani. A főispán szeme összeszűkül. Tán nem akar ez a fickó házasodni. De igen, igen, azt akar. A főispán összevonta a szemöldökét. Akkor kár volt befogadni, Brencsák. A tisztartó meggörbült a tekintet előtt, és hallgatott vörösen. És kit akar elvenni ez a kölök? A tisztartó újra köhögött, nehezen nyögte ki a szót. Méltóságos uram, ez úgy van... Esztikét. A lányomat veszi el, ugyanis tudni élik. Elakadt és újra krákogott. A főispán homlokán a meglepetés redői ültek. Összevont a szemöldökei alól, Hosszan nézte a tisztartót, aztán ennyit mondott halkan, úgy, értem, többet semmit. Az ispánlakás kérdése Bács János és Bremcsák Eszter jövőjének kérdése úgy maradt megoldatlanul, bizonytalanul, a levegőben lebegve erre is, arra is billenő eséllyel úgy éppen, mint a többi homályos kérdés, mely mélyen kettőjük sorsa mögött lapult, mélyen az uradalom élete mögött, és mélyen a kastély élete alatt, a falu alacsony kunyhóinak árnyékában, a szürkületbe boruló sikátor homályában, tétova tekintetek ködében, távolba tűnő utak ismeretlen irányának messzeségében. Egy rozuga, vén, ló, ócska, deszkaszánt húzott föl a kerti úton, néha megállt vele, fejét lehorgasztotta, szuszogott. Aztán megindult magától megint, bent a számban, feketén, mint valami kimustrált varjú, egy hosszú, sovány emberült ült. Lötyögött rajta a kopott fekete kabát, csúcsos süvegét fülére húzta, arca piros volt a hidegtől, ráncos borot vált ábrázattal egy nagy sovány orr kunkorodott elő bánatosan. Két szintelen apró szeme, az utat néztes a fákat, a világot, mely fehér volt és hideg. Durva fehér paraszt kesztyűbe bújtatott keze csak megszokásból tartotta a gyeplőt, a véngebe ment anélkül is magától, ahogyan tudott. A felhajtónál nem került a kastély elé, szerényen a konyha irányába vette útját, s úgy állt meg oldalt, hogy ne legyen az útjában senkinek. A sovány ember szótlanul lemászott a számból, pokrócot terített a rozogalóra, aztán bezörgetett a konyha ajtón. Bent a konyhában nagy lárma volt, viháncoltak a dologtalan úri cselédek, kergetőztek, nevettek. Na mi a? Dugta ki a fejét borzasan egy szolgáló. Adjon Isten lelkem! Köszönt neki a jövevény. Itthon van-e a méltóságos báró úr? A cseléd új volt és idegenből való, végignézett a kopott emberen. Itthon hát. Akkor legyen olyan kedves, szóljon valakinek, hogy jelentsen be! A cseléd behúzta a fejét, és kis idő múlva megjelent az ajtóban az inos. Ez már megismertem. A báró urat tetszik keresni, tiszteletes úr. Azonnal bejelentem. Bent elhalkult a zsivaj. A pap topogott kint a hóban, dörzsölte az arcát, verdeste a kezeit, kis idő múltával jött az inas megint. Tessék jönni. A hátulsó lépcsőn mentek fel az emeletre. Elől az inas, mögötte a látogató. Tessék letörülni a lábat! A tiszteletes engedelmesen dörzsölni kezdte csizmáját a lábtörlőhöz, az inas ez alatt az ajtóban állt és nézte. Majd kinyitotta az ajtót és intett. Tessék bemenni! A főispán ott ült a nappaliban a kandalló előtt. Nemrég tért meg a sétából, a friss levegő és az istállók szaga kellemesen felélénkítette. A kandallóban nagy hasított töltyfahasábok égtek, fényük sárga csíkokat vetett a falon terpeszkedő medvebőrökre, régi fegyverekre, a bőrhuzatos sötét bútorokra. A szobában már szürkület kezdődött. Jó napot, tiszteletes! Mi hozta erre? A pap mélyen meghajolt. Alázatos szolgája, mondta, és zavartan topogott a sima parketten. A fő ispán kiszólt az ispánnak, pálinkát szivart hozatott, a látogatót leültette. Hát mi újság? Dobajban, tiszteletes úr. A pap megrágta a kérdést, hűn mögött hozzá. Újság. Kérem, alázattal! Újság? Mi nálunk kevés akad. Mi várjuk a méltóságos báró úrtól az újságot. Az inas töltött a poharakba. Egészségére tiszteletes úr, alázatos szolgája. Koccantak a poharak, aztán a báró kényelmesen hátra hátradölt a széken. Lábait keresztbe rakta, jobb kezével megsimogatta puha barna szakállát, s csak azután kérdezte meg. Miért éppen tőlem várnak újságot a dobolyak? A tiszteletes letette a poharat, nyelt egyet az erős ital után, Ádám csutkája aztán egyenesen kivágta. Éppen csak az arca pirosodott el jobban a bátorságtól nem csak a dobóiak méltóságos uram, de főképpen a varjasi magyarok. Méltóságottól várják sorsuk jobbra fordulását, mert mástól nincs kitől várjanak semmit. A báró elkomorodott. Elgondolkodva figyelte a papot. Úgy. És mi a kívánságuk a varjasiaknak? Az egyenes kérdés egy pillanatig meghökkent a jó tiszteletes. De már nem lehetett kerülgetni a kérdést, belevágott a vastagjába. Méltóságos uram, engedelmével úgy áll a dolog, hogy a mi föld nélküli magyarjainknak sorsa ma is csak éppen olyan keserű, mint volt húsz évvel ezelőtt. Hiába élünk, felszabadult Magyarországon, a Kárpátoktól egészen az Adriáig, ahogy mondani szokták, a mi magyar népünk fölött, itt Varjason is, Dobolyban is, és még mindig csak az oláok uralkodnak, meg másféle idegenek. Hogy érti ezt? Húzta össze Varjasi Gábor a szemét. A pap újra nyelt egyet egy adag bátorsággal. Úgy értem, könyörgöm, hogy olá, pópák és olá gazdák kezében van még mindig a mi népünk, meg mindenféle idegenek kezében. Kik hol intéző, hol jegyző, hol ennek, hol annak a képében reánk nehezednek, és nem segítik a magyart, mert ők sem magyarok. Szomorú, de ez az igazság. A árpátoktól az adriáig, méltóságos uram. Keserű volt a kifakadás. A főispán bosszúsan nézte a kopott sovány embert. Mondjon már valami példát, hogy megérthessem. A tiszteletes nagyot sóhajtott, hosszú, vékony orra szinte a földig lógott. Megvakarta ritkuló hajzatát, és úgy kezdett bele, mint aki előtt nincsen már egyéb út, csak a végső leszámolás. Például, engedelmet kérek, hogy szót merek emelni méltóságos uram birtokán, a részes művelők mind oláok. Az intéző úr nem ad sem kapálás, sem kaszálás, sem erdővágás másnak, csak olának. Ott állítják össze a részesek listáját most is, bács Alexandrunál, ami legnagyobb ellenségünknél a dászkálnál hogy kik kapjanak ezen a nyáron rétet és török búzaföldet. A mi magyarjaink pedig aratás nélkül maradnak, kapálás nélkül maradnak, és el kell szegődjenek az oláókhoz, azok pedig olyan napszámot fizetnek, amilyent akarnak, s kacagnak bennünket, hogy miénk az ország mondják, s mégsem tudunk megélni benne. Az olá gyarapodik, a magyar szegényedik. Ez az igazság, méltóságos uram. Az izzadság is kiverte a szegény papot ettől a szónoklattól. A báró szótlanul nézett egy darabig. Nem tudom, mondotta ezután, hogy mi oka lehet brencsáknak erre. De majd utána nézek. Bizonyára restek voltak a maga magyarjai. És nem dolgozták meg jól a földeket. a nem lehet a tiszteletes úr nagyot sóhajtott. Sovány csontos kezével, Esetlenül belelegyintett a levegőbe. Más oka van annak, méltóságos uram. Más oka! Az intéző úr nem is próbálta ki az én magyarjaimat. Az intéző úr csak az oláokat kedveri, mert azok kezet csókolnak neki, és hallgatnak arról, amiről hallgatniuk kell. Meg aztán az intéző úr is csak olyan magyar, olyan Kárpátoktól az Adriáig való Szent Istváni magyar, ahogy mostanában mondják, csúfságára derék királyunknak. Akár a tanító úr, akár a jegyző, bavbaverek, frájerek, brencsák, ezek ma a magyarok méltóságos uram a kárpátoktól az adriáig, ezek őriznek bennünket az a baj. Az intéző úr is kivel van jóban, bács Alexandroval. méltóságot apja urának, az öreg nemzetes úrnak legnagyobb ellenségével. Azzal a hóhérral, lám, annak is a fiát nemhogy becsempészte a méltóságot udvarába. Ispánya lett méltóságodnak a bácsfiú, kinek az apja felgyújtatta méltóságod kastélyát, és agyon akarta verni méltóságod apja urát. Ez a bácsfiú elveszi az intéző lányát, és aztán úgy forog minden a méltóságot birtokán, ahogy az oláok akarják. Méltóztassék már megnézni! Cseléd, erdőpásztor mint csak az oláok közül kerül. Pedig azok így is gazdagabbak, mint a mieink. A mieink között sok nagyon a földhöz ragadt nyomorult szegény. Az oláok között alig akad. Megszedték magukat, amíg lehetett. A méltóságodéból, amit éveken át bitoroltak, ennek dacára is ők részesültek pártfogásban. Ez keseríti az én híveimet itt is, dobolyban is. A főispán megdöbbenve nézte a felhevült embert, ki a maga kopottságában, elesettségében szinte fölemelkedett ezektől a szavaktól. A tiszteletes pedig nyelt egyet a végén, és újra magába ruskatt. Soványan is a rozogán összegörnyedt a székében, és a padló kockáit nézte. A főispán fölkelt, és kiszólt az inasnak: Küld valakit a tisztartó úrért! Jöjjön föl azonnal, meglátjuk mindjárt! mondta nyugodt hangon, majd visszajött, és újra töltötte a poharakat. Egészségére, tiszteletes úr! Hogy állnak egyébként az egyházi ügyek? Pán fél óra telt el, és megjött a tisztartó hivatni méltóztatott. Ált meg a küszöbön aggodalmasan. A főispán intett, jöjjön csak brencsák. A tiszteletes úr éppen panaszolja, hogy a magyarok kimaradtak a részes földekből. Azt mondja, hogy maga mindenben az oláoknak kedvez. Hogy van ez, brencsák? A tisztartó ábrázata előbb elvörösödött, aztán csurogni kezdett róla az izzadság. Szemei kidültek, és két roppan tenyere szétterpesztett ujjakkal döngve a mellére verődött. – Én? – kérdezte elképedve, és tenyerével újra melbeverte magád. Én? – hogy én az oláoknak kedvezek, én méltóságos uram engedelmet kérek, senkinek nem kedvezek. Én csak az uradalom érdekeit nézem, mindenben csak az uradalom érdekeit. Ha lenne fiam, tulajdon fiam ellen is cselekednék, ha az uradalom érdeke megkívánná. Én, méltóságos uram, megmondom úgy, ahogy van. A dobói magyaroknál rosszabb munkások nincsenek ezen a világon, restek szájaskodók és tolvajok. Ez az igazság, méltóságos uram. Én úgy mondom, ahogy van, sajnos, de ez az igazság. Én jó magyar ember vagyok, méltóságos uram. Vagyok olyan jó magyar ember, olyan jó hazafi, mint bármelyik pap ebben az országban. De én csak ezt tudom mondani. Figyeljen ide, Brencsák. Vágott közben nyugodtan, de szigorú hangon a főispán. A tiszteletes úr majd összeírja magának azokat a magyarokat, akiknek szükségük van rétre és kapálóra. Ezek jönnek majd elsősorban számításban. Megértette, Brencsák? Igenis, méltóságos uram. Én a magam részéről mindig igyekeztem, mindig azon voltam. Méltóságos uram. Nem érdekel, Brencsák. Ennyit akartam mondani. Elmehet. Igenis, méltóságos uram alázatos szolgája vagyok. Jó estét! A pap úgy ült a székben, mint valami görcsös, elszenesedett fatuskó. Csak hogy Bremcsák kitopogott, széles hajladozások közepette mozdult meg ő is. Alázatosan köszönöm méltóságos uram szegény magyarjaim nevében, a főispán ispán szivarra gyújtott, aztán a piszkavassal összekotorta a kandalló tüzét. A szoba lassan homályba húlt. Most pedig magát leckéztetem meg, tiszteletes úr, mondotta miután újra leült, lábait szokás szerint keresztbetéve, kényelmesen hátradőlt a karosszékben, és kövér, füstkarikákat eregetett a mennyezet felé, mert amit mondott, az mind szamárság. Mi csoda, könyörgöm, hökkent meg a pap. A főispán nyugodtan folytattam. Amért valakit brencsáknak hívnak, vagy franyeknek, vagy akár bácsi attól lehet nagyon rendes derék és kötelességtudó magyar ember. Nevelés dolga az egész, tiszteletes úr. Mi, magyar nevű magyarok, nagyon kevesen vagyunk, ebben az országban, megtölteni nem vagyunk képesek, vagy ahogy maga mondta, Kárpátoktól az Adriáig. Ezért nem szabad. Megvessük az idegen nevű magyarokat sem, hanem azon belül kell legyünk, hogy jó, magyar érzelmű magyarokat neveljünk belőlük. Ez a Szent Istváni Magyarország alapgondolata, tiszteletes úr. Komoly dolgok ezek, és nagyon nagy dolgok, talán csak alacsony helyről nem is láthatók tisztán. A brencságokból, franyekokból és bácsokból jó magyarokat kell nevelni. Ez a feladat, akik, ha kell, majd vérüket is lelkesen áldozzák ezért a hazáért. És hiszi, méltóságos uram, hogy ez sikerülni fog? Hiszi, méltóságos uram, hogy ez a magyarság bennük őszinte? És helyt állanak érte akkor is, amikor hátrány származik belőle, és nem előny? A főispán komolyan bólintott. Hiszem, tiszteletes úr, elég két nemzedék ehhez, és a hazához fűződő kötelék ezekben az emberekben éppen olyan erős lesz, mint a jó nevű magyarokban. Én nem vagyok pap, és mégis azt vallom, amit a szent írás tanít, Kétféle ember van csupán, jó ember és rossz ember. Arra kell törekedni, hogy a tisztességesek fölemelkedhessenek, s a hitványok elpusztuljanak, bármilyen nevük is legyen. Egy idegen nevű tisztességes ember többet ér nekem ebben a hazában, mint egy magyar nevű gazember. Ami pedig a magyarjaink föltelenségét illeti, az nem olyan nagy baj, tiszteletes úr. Tanuljanak ipart, kereskedelmet menjenek városra, polgárosodjanak. Mert a polgárosodásban rejlik a jövendő. Racionálisan gazdálkodni, csak nagy birtok képes. A parasznak nincs jövendője. A polgárosodás útjára kell téríteni őket. Természetesen a mieinket elsősorban, a magyarokat. Legyenek iparosok, kereskedők, minél többen. Egy országot kell megtölteni iparossal és kereskedővel. Ami pedig az ilyen kicsinyes torzsalkodásokat illeti, hogy az egyiknek ilyen a neve, a másiknak olyan, ennek az apja volt ez, annak az apja volt, az nem lényeges dolgok ezek, tiszteletes úr. Nem a név teszi az embert, hanem az érzés meg a tisztesség. A pap sokáig hallgatott a karos szék mélyén. Közben sötét lett. Az inas bejött és meggyújtotta a lámpákat. Ekkor felállt, összegombolt a kopott fekete kabátját, és mélyen meghajolt a főispán előtt. Hát én megyek akkor, méltóságos uram, és még egyszer hálásan köszönöm, amit értünk tett. S erre a sok beszédre, azt mondhatom csak, adja Isten, hogy úgy legyen minden, ahogy méltóságod mondja, ezekkel a mi derék magyarjainkkal. Mert én bizony az igazat megvalva nagyságos uram, azt hiszem az én egyszerű falusi eszemmel, hogy kutyából nem lészen szalonna sohasem. Legalázatosabb szolgája vagyok. A sovány ember meghajolt mélyen, aztán kiment. Kint fejébe nyomta a kucsmát, kezére húzta a rossz parasztkesztyűt, felült a rozog a száras, kezébe vette a vén sovány ló gyeplőjét. Te pillangó! Csak a szegény kimustrált öreg pillangó elindult fáradt kocogással lefelé, a szürkületbe hulló kerti úton. A fák között már sötétség volt, szürke párákba burkolódzva gunnyasztott lemt a falu, s a kastély ablakából egy kiszűrődő fénycsék hidegen végig csillant a télbe temetkező estén. A főispánék másnap látogatóba mentek. Délelőtt előállott Pista a szánnal, az inas föltette a bundatakarókat. Előbb Erzsébet asszony ült föl, Lábait gondosan bebónyálták, szája elé kendőt kötött a hideg ellen, prémes sapkáját mélyen a homlokába húzta. Erzsébet asszony nem szerette a hideget, mint ahogy a járást, hegymászást, vadászatot és egyéb fárasztó szórakozásokat sem. Egyetlen mulatsága volt. Látogatóba menni. Lehetőleg szép időben, kényelmesen. A fő ispán maga mellé tette a puskáját, hát ha róka akad valahol az úton. Azzal elindultak. A nap szertelenül csillogott a fák zúzmaráján, csilingeltek a csengők, a szántalpak alatt hó csikorgott. Egy szóval szép volt minden, nyugodalmas és békés. A faluban nagyokat köszöntek az emberek, kuvaszok iramodtak a csengős szán után, s a háztetőkön, kerítéseken, nyurga akácokon borzolt varjak ültek. A főispán hátradőlt az ülésen, látta a jegyzőséget, a postát, a boltocs, azt gondolta, polgárosodunk. Lassan-lassan, de beszívódik Európa a mezőségre is. Európa csemetéi. A két zsidó gyerek. Éppen akkor szánkózott lefelé a falu utcáján, a fordulónál hirtelen a fogat elé kerültek. Késő volt, nem tudták már befékezni a szánkót idejére. Egészen a lovak elé csúsztak. Az ostor hegyes megijedt, felágaskodott és oldalra ugrott. Magával rántotta a másikat, a szán recsend, billen, de nem borult föl, csak fél talpával az árokba süllyedt. Pista a káromkodott végighúzott ostorával előbb a zsidó gyereken, aztán a lovagon. A zsidó gyerekek sivalkodtak. Pista újra káromkodott, a lovak pedig kirángatták a szánt az árokból, és egy döccenés után az úton futottak megint. Majd fel nem döntöttek a tetves zsidai, Isten itt az anyjuknak, szólt hátra Pista a bakról, s mindjárt a véleményét is leszögezt az egész kultúrkérdésben. Úgy maradtak volna ezek is az anyjuk keserűségében, ahol voltak, csak bajt csinálnak az embernek. Amióta itt vannak ezek, minden vasárnap beverik valakinek a fejét, annyi részek. Ami kellett, azt megvettük addig is a szamosújvári örménynél. Ami meg nem kellett, az legalább nem is volt. A főispán elkomolyodott ezen a kifakadáson, s odaszólt németül Erzsébetnek. Mintha anyámat hallanám, a primitív önkéntelen védekezése a kultúra ellen. Erzsébet asszony nevetett, de nem szólt. Fél óraig kellemes szánkózás után Detre faluba értek. A régi Detre kúrja, ujjamban Pollenberg Kastély, oroszlánus kőkapuján táncolva fordultak be a lovak. Mikor 35 évvel ezelőtt báró Pollenberg Alfred ulánus örnagy megvásárolta a gazdátlanul maradt detre birtokot, olcsón, megfelelő üzleti érzékkel, bizony a kúria félig romokban állott. A régi gazda, elesett a szabadság védelmében, családja elmenekült az oláok elől, s nem is akart már visszatérni többé a megcsúfolt otthonba. Az oláok elhordtak minden elhordhatót, s mikor nagypatrónusuknak, az osztrák császárnak győzelmét hírül vették, boldogan megszállták a földeket is, mert hogy azokat úgyis nekik ígérte volt régtől fogva a császár szavával minden pap és minden sutyomban bújtogató idegen. Pollenberg báró olcsón jutott a birtokhoz. Első dolga volt, hogy zsandárokkal verette el a betelepedett hűséges szövetségeseket, a jámbor oláokat, kik hamar rá kellett jöjjenek, hogy a régi magyar úr helyett kaptak egy még gorombábbat, egy osztrákot, aki éppen úgy nem érti a tréfát. Az ulánus őrnagy először is rendet csinált. Kiverte az oláokat a legelőből, a rédből, az elrablott holmit zsandárokkal szedette össze, s a rablókat bíróság elé állította. Aztán felszerelte a birtokot, fogadott besztercéről egy szász ispánt, aki olául is, magyarul is tudott. Állatokat vásárolt, felépítette az istállókat, külországi gépeket hozott, s egyszeriben első gazda lett a megyében pompás fogatain járogatni kezdett a szomszédokhoz, s egyáltalán nem zavarta őt, hogy ezek a szomszédok magyarok, megfékezett rebellisek, legázolt ellenség. Vadászatokat rendezett, veszekedett az adószedőkkel, szitta a lusta olá cselédeket, alig telt el néhány esztendős, éppen olyan mezőségű, földes úr lett, mint a többi. Egyenes lelkű ember volt, Báró, és hamarosan megszerette magyar szomszédait. Megismerte őket, megtetszett gerinces bátorságuk, ahogy az osztrák és cseh hivatalnokokkal szemben viselkedtek, és a hivatalnok féléket katonalétére maga sem kedvelte. Hiába beszélték az ő anyanyelvét, hiába szolgálták az ő uralkodóját, hiába hízelektek, lassan és szinte észrevétlenül, a magyar urak oldalára állott, és segített nekik, ahol tudott, a papiros kukacok ellen. A magyar urak eleinte húzódtak az idegen szomszédtól, de aztán a közös ügyek lassan összemelegítették őket vele, hasznos is volt a barátsága, s mire a keserves idők véget értek, a kiegyezés első, megyegyűlésére már úgy hajtott be Pólemberg báró négyes fogata, akár a régi megyei uraké. Ő maga sosem tanult meg magyarul, de a gyerekei kiejtésén már alig érzett az idegen hangsúly. Egy fia volt, és három lánya, nagy csontos emberek mind, akár az apjuk. A fiú, akit szintén Alfrédnak kereszteltek, Budapesten végezte a jogot, és a vármegyéhez került. Éljen meg a magalában, mondotta az apja, én is így kezdtem az életet. A három leány otthon maradt. Anyuk korán meghalt, s ők vezették apjuk háztartását. Csúnya, nagy lányok voltak, csontos arcúak, soványak, de jókedvűek. Lovagoltak, vadáztak, bolondos tréfákon törték a fejüket, s a detrei falusi ház mindig tele volt vendéggel. Azon a napon is, mikor Varjasi Gáborék látogatóba mentek, nagy volt a nyüzsgés a Pollenberg házban. A három leány férfi ruhába öltözve éppen azzal szórakozott, néhány fiatal vendég urfi társaságában, hogy a jártatásra induló csikó tanító szán mögé hosszú kötélen négy gyerek szánkót akasztottak, s úgy húzatták magukat. Régi mulatság volt ez. A hosszú kötélen minden fordulónál nagyot faroltak a könnyű kis szánkók, s a leghátulsó ilyenkor többnyire az árokba fordult. Ilyenkor megesett egy-egy ficamodás, sőt, évente egy-egy lábtörés is. Ez azonban hozzátartozott a mulatsághoz. Mikor varjasiék szánya a ház elé ért, éppen indult a vidám társaság. Hangos kacagással, ricsajjal veszekedtek a leghátulsó szánkó jogáért, s lelkendezve hívták az érkezőket is. – Menjenek csak, menjenek! – mosolygott szeliden Erzsébet asszony. S mosolya oda a férjének. Nem szégyelik ezt a maskarát, férfi ruhába öltözni. Varjasi Gábor mosolygott a bajuszában bizony, bolondok ezek a lányok, de kedvesek, csak kár, hogy olyan csúnyák, szegények. Azért ő sem vállalkozott a szánkó kirándulásra. Az öreg Polemberg az ajtóig jött elébük, hangos recsegő szóval fogadta őket, s németül. – Ah, hozott Isten, kedves barátom, kezét csókolom, leggyönyörűbb báróné, méltóztassanak bejjebb jönni. Nagy csontos ember volt Pólember báró, úgy hatvan körül, gyér, haja, alig takarta már kopaszodó fejét. Nehéz szövetből készült vadászruhát hordott, csontgombokkal, zöld hajtókával. Kissé nehézkesen járt, s beszéd közben idétlenül mozgatta óriási kezeit. Borotvált arca rózaszínű volt, egészséges, szinte ránctalan. Bent a vadászszobában a kandalló körül egész kis társaság volt együtt. Komolyabb emberek, kik kinőttek a szánkózásból. Ott volt cegő telkéről, sonkoi, edömér báró, sármásolt túridénes, a mócsi főszolgabíró és körorvos. Az urak pipáztak, szilvóriumoztak. Erzsébet volt köztük az egyetlen asszony. A házigazda mondott néhány esetlen katonabókot, aztán néhány percig csend volt. Végül Sonkoi Edőmér a házigazdára nézett és megszólalt. Talán folytassuk az előbbi témát, nagyon érdekes volt. Arról vitatkoztunk, ugyanis, magyarázta Varjasi Gábornak, hogy van-e létjogosultsága a falusi iskoláknak, vagy nincs? Én ugyanis a kormány iskola politikáját nem csak nevetségesnek, de kimondottan károsnak látom, mert minek, kérlek, parasznak az iskola. Növegli az igényeit, elégedetlenné teszi, elvonja a gyerekeket a munkától. Én kérlek, azon a véleményem vagyok, hogy a körorvos urral szemben, hogy mindenki maradjon meg ott, ahová való. A paraszt fia maradjon parasztnak, a csizmadia fia csizmadiának, mert kérlek szépen, Sonkoly edőmér báró azok közé az emberek közé tartozott, akik minden szavukkal, úri mi voltukkal akarják a figyelmet fölhívni. Akiknek minden állásfoglalása azt az egyetlen szempontot ügyeli, hogy maradéktalanul az előkelő úri társaság álláspontja legyen az, amelyikre helyezkedik. Úri társaság és előkelő. Ennek a három szónak a légköréből igyekezett megítélni mindent. Nem meggyőződésből, meggyőződése nem is volt, egyszerűen céltudatosságból, valósággal, önvédelemből, mintha minden szavával azt akarná igazolni, hogy mennyire beleillik ő ebbe a társaságba. És ehhez a származásánál fogva meg is volt minden oka. Songoy Kraus, Eduard Báró, a tata, és Hermine mama, mindent elkövetett, hogy egyetlen gyermekük mindazt a nevelést megkapja, ami tőlük a sors megtagadott, részint a száz régeni fatelepen, részint a toplicai szatócsboltban, ahol fiatal éveiket eltöltötték. Harminc esztendő alatt sikerült a Sonkoly Krausz nevet Sonkolyra egyszerűsíteni, ami minden esetre előnyösebben hangzott. Sikerült a megvásárolt cegőtelki kastély és uradalom fényével magukhoz csalni azt az úri társaságot, amelyet azelőtt csak messziről és irigykedve nézhettek, s elérték, hogy edőmér fiú fenntartás nélkül beleolvad ebbe a társaságba, sőt, annak a leglelkesebb védelmezője, íratlan törvényeit és szabályait legpontosabban megtartó, s azok fölött leghívebben örködő sznobja lett. A jó edömér báró nyurga volt, sápatarcú és kissé esetlen. Hogy görbe orrának, húsos ajkainak és ferdenézésű szemeinek gyanús jellegét arisztokratikus atompicsa, bal szemén monoklit viselt. Azonban ez a monokli közönségesen ablaküvegből készült. Vadászott, mert ez sajnos együtt jár az úritársasággal, azonban a politizálásban sokkal több örömét lelte. Különösen, ha olyan emberek között beszélgethetett, akik rangban és származásban nem ütötték meg a társaság mértékét, s így mélyen maga alatt állónak érezhette őket. Mint például a mócsi körorvost, ezt a derék, kövér és derűs embert, akihez a szavait intézte. Mert kérem szépen, tegyük fel, hogy annak a közönséges parasztnak a fia. Tegyük fel, megtanulja mindazt, amit egy úri embernek meg kell tanulnia. Mi lesz abból a parasztból? Úri ember? Dehogy kérem, okoskodó paraszt. Aki az ő született műveletlenségével azt képzeli, hogy ő már mindenkinél mindent jobban tud. Mert ilyen a paraszt én ismerem. Ahogy egy kicsit jobban érzi magát, elbizakodott lesz és szemtelen. Szemtelen! Szemtelen! kapott bele a szóba Pólemberg báró, a házigazda mint aki örvend, hogy végre valamit megértett abból, amit vendégei mondanak. Ja, di parasztok, di olá parasztok, fördant noch einmal. Mint felakásztani kellene, mind rajberbonde. És dühösen hadonászott a kezeivel. A körorvos kövér arcában huncutul csillogtak a tréfa kedvelő szemek csöndesen mondotta. Nem tudom, bár úr, tapasztalatai ezen a téren meddig terjengenek, azonban én mégis azt vallom, hogy nem annyira a származás, mint inkább a lelki képességek azok, amelyek valakit alkalmasnak, vagy alkalmatlanná tesznek ahhoz, hogy a kellő tudás megszerzésével az úri társadalom tagja lehessen. Az én apám például kovácsmester volt Gernyeszegen, a teleki grófnál. Edőmér báró gúnyosan elmosolyodott, bocsánatot kérek, mondotta, és megigazította a monokliát. Jelenlévők mindig kivételek. Persze, persze, bólogatott csöndes mosolyal a körorvos, és nem lehet pontosan tudni, hogy mire gondolt. Kele Gábor, nincsen igazam? El tudod-e képzelni, hogy egy közönséges parasztnak a fia éppen olyan korrekt úriember lehessen, mint akármelyikünk? A főispán bosszúsan nézett a kérdezőre. Hogy ne? mondta Kurtán. El tudom képzelni. Sonkói edőmér egy pillanatra megdöbbent, de azonnal elkapta a helyzetet, és behódolt. Hogy ne kérem, tudom, mire gondhoz, persze. Kivételek mindig vannak, nem mondom. De hát, mondj csak. Mi értelme van ennek a sok iskolának? Mire jó, hogy az a sok paraszt írni meg, olvasni tudja? Mire kell ez? Azért, felelte a főispán idegesen, hogy együtt tudjon haladni a kultúrával ne legyen kiszolgáltatva a lelkiismeretlen kereskedőknek, és hogy kiválthasson belőle az értékes elem, amelyből az ország polgári társadalma kialakulhat. A szolgabíró meg a körorvos komolyan bólogattak. Sonkoly Edőmér összeszorította a száját, és sértődötten hallgatott. Túridénes nagyokat szippantott a pipából. Az öreg német pedig nagyot ütött az asztalra, és folytatta, megszakadt mondani valóját. Tja, a párásztok! Vájsz Tizé blöden valachen, És szidni kezdte a cselédeit, akik nem tudnak összebarátkozni, az újabb fajta ekékkel. Szerencsére a szánkózók nagy csengés bongással hazatértek, s a ház egyszerre megtelt lármával és kacagással. A főispán rossz kedve mégsem oldódott fel. Érezte, hogy a ház levegője idegen, semmi köze a földhöz, melyen épült, s az országhoz, mely betartozik. Idegen és mindenen kívül álló akár egy elátkozott sziget. S akik benne vannak, mégis uralkodni akarnak földön és országon. Ezt érezte Erzsébet is. Látszott, a körorvos és a szolgabíró ugyanezt érezték. Talán idénes is. Ő pipázott. Az adóságaigra gondolt, amivel Pollenbergnek is, Sonkoly krauszéknak is tartozott. A három leány s a velük hazatérő fiatalság hangos léhasággal töltötte meg a szobát. Üres volt ez a léhaság, és idegen számára értelmetlennek tetsző. Pedig mennyi tenni való volna, gondolta Varjasi Gábor, és halkan felsóhajtott. Szerencsére tálalták már az ebédet is. Délután hamar hazaindultak. Hideg van, ha lemegy a nap, mondotta Erzsébet asszony, és nem lehet marasztalni többet. Szótlanul ültek egymás mellett a számban. A lovak sűrű párája fehér zúzmarát rakott a kocsis bajuszára. A falu előtt előre szólt a főispán. A tanyára megyünk be, Pista? Igenis is, Istálom, az asszony kérdőleg az urára nézett, aztán bólintott. Nem beszéltek. A szán áthajtott a falun. A kastékert felhajtójánál a lovak be akartak fordulni, de Pista rájuk vágott az ostorral. Bosszankodva rázták a fejüket, az örgők csilingeltek tölde de engedelmeskedtek. Hamarosan kiértek a házak közül, s a rétnél letértek a tanyai útra. Csikorgott a hó a szánt alpak alatt. A lovak lassabban futottak, a csengő is elhalkult. A nádas halott volt és mozdulatlan, ahogy elhaladtak mellette. A tó olyan volt, mint egy nagy, sima rét, s a főispánnak eszébe jutott Mózsibá, az öreg halász, s eszébe jutottak a gyermekkor bódorgásai, a rucázások mózsibával, s ahogy a szána tanya útján fölfelé vitte, egyre több és több emlék rohanta meg, s olyan volt egyszerre, mintha messzi útról tért volna haza. Már a kőr is fasorban voltak. A fák kitakarták nagy csupasz koronájukat az út felé, sudárok voltak és magasak, és a főispánnak eszébe jutott, hogy ott valamikor nem is voltak fák, kopár hegyoldalon ment az út fölfelé, s a cselétházak sem voltak, és semmi se volt, csak egy puszta kis tanya a dombon. S hogy mindezt ők csinálták ketten, az öregek. Miért? Miért csinálták? Valószínűleg azért, hogy szép és jó otthon legyen ez a domb, Gyerekeknek és unokáknak. Ugyanúgy csinálták, és ugyanazt, amit most ők ketten, Erzsébetnek csinálnak, túl a másik hegyen, milyen különös ez is. Az ember, amíg él, egyre csak azon igyekszik, hogy valami maradandót csináljon azok számára, akik a nyomába jönnek. Arra nem is gondol, hogy akik jönnek, azok minden másképp látnak majd, és mindent átalakítanak, az egész életét átalakítják és átöltöztetik a maguk új látóköre és egyénisége szerint. És tulajdonképpen szinte feleslegessé válik az, amit az ember a jövendő számára csinált, gondolt, tervezett. Vajon az is éppen ilyen felesleges lesz, amit én csinálok? döbbent föl hirtelen a főispánban a kérdés. Az én gyermekeim is mindent másképpen és előről kezdenek. Lehetséges ez. És ettől a gondolattól egyszerre melege lett, izzadság lepte el a homlokát, érthetetlen aggodalom súlyosodott a gondolataira, olyasmit érzett, mint a feltaláló, aki rádöbben, ugye a találmánya, melyen egy emberültön keresztül dolgozott, talán nem is jó semmire, nevetséges és értéktelen. Nem, ez nem lehet. Dacoskodott benne az ellenszegülés ösztöne. Én tisztán látom a világot, a jövendő útját. Én nem tévedek. De valami félszeg nyugtalanság továbbra is mélyen bent a lelkében maradt, s nem volt ideje előzni onnan. Fölértek. Feszesen álló házak sorfala között befutott a a széles nagy istállókkal kereken épített anyaudvarra. Ott állt a régi ház, a régi szülői ház, szemben az istállókkal a véndiófa és néhány fenyő között szerényen meghúzódva, egyszerűen tisztán, barátságosan. Zsindely tetején vastagon pihent a hó, kéménye füstölt, léces tornácon vénkutya kutya állott. Alacsony volt és egészen kicsiny, apró, mint egy hóban guggoló öreg-öreg S a fő szánja megállott előtte. A vénkovasz lejött a tornácról, s vakkantott néhányat farkcsóválva rekettes hangon. Az ajtó kinyílt, csak küszöbön ott állott, kopott, zsinóros, fekete ruhában, csizmában öreg varjasi István. Kis kék szemével hunyorogva nézett a szám felé fején kis fekete házi sipka, mely alól néhány gyér fehér hajtincs lógott ki a füle mögött. Kezében hosszú szárú pipa, bajusz a szakáll a fehér, tartása hajlott. Te vagy az, fiam. Na gyertek, béne, hogy megfázzatok, hideg idő van. Ez a szamárvén birtalan, azt mondja, ilyen még nem volt, de a szamár. Hát hogy ne lett volna, emlékszem én egyszer? Volt még egyszer egy tél, emlékszem. Mink a lelkem, mikor a kezem odafagyott volt a puskához. Mikor is volt, az emlékszel, te minka? Bementek a házba. Gábor kezet csókolt az apjának, aztán az anyjának. Erzsébet megcsókolta őket. A nemzetes asszony soványon is feketén a sürgölődő cselédlányt igazgatta. Szedd már azokat a bundákat lefiam, fiam, Tedd őket a kemence mellé, hogy melegedjenek bé. Aztán mondd meg Ambrusnak, hogy nézzen a lovak után egy-kettő. Az öreg úr pedig csak állt a szoba közepén, kezében a pipával, kis kék szemeivel tűnődve nézett, és egyre kérdezte, mikor is volt az minka, emlékszel -e még minka? Emlékszik a keserűség? Zsörtölődött az öreg nemzetes asszony, gyertek, üljetek le, mindjárt hazaliány egy kis kávét bivajtejjel. A szereted még, ugye, Gábor? Ültek a szobában, s a szoba olyan volt, mint régen. Ugyanaz a padló, ugyanazok a bútorok, Ugyanaz a pipaszak. és a szavak is ugyanazok voltak, s ugyanaz volt minden tíz, húsz, harminc évvel ezelőtt, mintha az idő megállott volna, elromlott volna valahol egy rugó a világ gépezetében, s mi alatt a többi megy, forog, halad előre, az alatt itt minden áll, és minden mozdulatlan. Ültek négyen a szobában. Az öreg úr pipázott, az öreg asszony horgolt, s ők ketten csak ültek, s úgy érezték, hogy nincs mit mondjanak, mert amiről beszélgetnek, az itt nem érdekel senkit, az itt, itt nem értené meg senki, olyan lenne, mintha idegen nyelven szólalnának. Az öreg lassú szóval kérdezősködött gyerekekről, gazdaságról, ismerősökről. Az öreg úr kissé nagyot hallott. Neki hangosabban kellett beszélni, sokszor nem értette meg a mondatot, olykor szomorú szemekkel tűnődve nézett maga elé, s gondolkodott a megfejtésen. Budapesten voltál-e? kérdezte Gábort. Voltam. Mostan? Mostan. Nehéz volt az út? Vasúton járunk Budapestre, papa. Az öreg úr elszégyelte magát, szaporán eregette a füstöt, fejét lehajtotta. Persze, persze, kiment az eszemből vasúton, hát vasúton, azért úgy is nehéz lehet ekkora hidegben. Fűtik a vonatot. Mit? Hogy fűtik? Ne mondjad, fűtik? Megcsóválta a fejét, gondolkodott. Fűtik. Azt mondott, hely, Nagyot haladta a világ, hallod de minka, már a vonatot is fűtik. Bizony, halad a világ, hagyta rá Gábor. Na csak tengelje, ne törjön a nagy haladástól, szólt közben minka mama a kötés mellől. S árokba, de nöncsön valamennyeteket. Gábor fiam, az adóssággal hogyan álltok? Fizetjük a kamatot, felelte Gábor kelletlenül. Ideje volna mentődni tőle, fiam. Az adóság olyan, mint a patkány. Ha nem írtott ki, folyvás szaporodik. Olcsó pénz, kár volna most visszafizetni. Olcsó, olcsó, de nem a tiéd. Megragadta a beszéd, mint kátyúban a szekér. Gábor a padlót nézte, Erzsébet a falakat, ilyen dísztelenek, üresek. Egy tükör, néhány ócska kép, s a bútorok húzata a zsíros már is kopott. Hogy is lehet ilyen házban élni? Az öreg úr vette újra át a szót. Hát, láttad-e Budapesten az én régi jó barátomat, a kedves, na, hogy is hívják csak, Villám Balázs. Villám láttad-e? Úgy szeretnék még egyszer találkozni vele. Papa Szevillán Balázs meghalt a nyáron. Meghalt. szegény, szegény, ennyi igazán a szegény Villán Balázs. Dán azt szeretnéd, szólt közben Minka hogy minden vész, ha a világ végéig éljen. Épp ideve volna, hogy meghalljunk már mi is, eleget nyomtuk ezt a földet. Aki megöregszik, az már semmire se jó, pusztuljon el. Az öreg csak ingatta a fejét. Enye, enye. Villámbalás. Micsoda jó volóvas volt ez a villámbalás, emlékszel, mink a lelkem. Mikor ott Pest mellett voltunk, ott volt szécsényi is, tudod. Mikor Miklós. Veselini Miklós azt a németet félkézzel fölemelte székestül. Hogy is hívták azt a falut? Tudja a keserűség, miről beszélsz. dahogott a nemzetes asszony s átkiáltott a konyhába a cselédnél, hogy hozza már azt a kávét. Uzsonna alatt bejött Ambrus, az udvarbíró. Tötyögve, vaskosan, ázott paraszt szagot, condra szagot hozva magával, és téli hideg levegőt. A nemzetes asszony éppen olyan keményen és szigorúan kérdezte ki, mint valamennyi udvarbírót régen a ganéhordozásról, erdővágatásról, borjakról, süldőkről. Megbeszélték a szamosújvári vásárt, mit kellene felhajtani, mit kellene kicserélni, mustra ökröt, tehenet. Hosszasan elvitáztak az öregek, hogy ruzsit ki kell -e már vagy nem, s hogy komdor és jámbor helyett ne vegyenek -e, inkább két bivajt. Aztán a cselédekre fordult a szó, kinek mi a baja, kívánsága, kinek beteg a gyereke, kinek halt meg apja, anyja, kinek van szüksége új bocskorra, kinek jár marhatartás. Folyt, folyt a szó, lassan, széles nagy nyugalomban, mintha az egész világban semmi más nem volna, csak gané hordás és erdővágás, kondor, jámbor és ruzsi beteg cseléd gyermekek és bocskortalan béres. Mintha semmi semmi nem volna olyan fontos, mint ezek. A fő isván hallgatta, mintha álomba hallaná szinte, és olyan jó volt, olyan pihentető, hogy nem esett szó politikáról, képviselőházról, választásról, nem esett szó pártokról, ellentétekről, vitákról, Mindenkinek a véleménye olyan jól megegyezett valóban ruzsit ideje kimostrálni, Ámbor és kondor helyett bivajakat kell venni, a rózsi fiának be kell kötni a melyét fagyás ruhával, s a béresnek meg kell venni a bocskort. Olyan egyszerű volt minden és olyan tiszta, olyan szépen egyeztek a vélemények, béke volt és erőteljes nagy nyugalom mintha nem is három öreg ember beszélgetett volna, hanem három világkormányzó bölcs és hatalmas király, kik ismerik az életet és tudják a törvényt, hogy mindennek az alapja a rend, a béke és az igazság. Az öreg úr néha odabökött pipájával az udvarbíró felé, na, Ambrus, kérdezte hát, járnak-e rókák a nádnál? És Ambrus bólintott, igen, Istálom, járnak, hordják a majorságot. És hangosabban mondhatta, hogy megérthesse az úr. Kimegyek, meghajtjuk, ha enyül az idő. Fogatkozott bólokat van nemzetes úr. Meglövöm őket, meg én, meg biza. meghajtjuk, bólogatott az öreg cseléd is, s a nemzetes asszony is bólintott főkötős fejével. Bizony jó is lesz már, mert elhordják a csirkéket tavasszal. Aztán Ambrus elköszönt, tisztességtudóan, nyugodalmas jó éjszakát kívánva, s otromba csizmájával kidöcögött a házból. Ahol állott, olvad hólé maradt a padlón, s a nemzetes asszony behívta a szolgálót, hogy törője le. Nem orog érette, majd ha megvénülsz, utánad is föltörli valaki. A fő is nézte apján a kopott zsinóros ruhát, anyján a fekete hárászkendőt, csipkefödőt, és a szíve egészen érthetetlenül megtelt melegséggel. Valami furcsa, szomorú örömmel, hogy lám, az évek csak telnek és telnek, és itt mégis minden ugyanaz, a zsinóros ruha és a csipke kötő, abidoly teljes kávé, a pipafüst és a beszéd, és egy pillanatra eszébe jutott, hogy ez egyszer mind nem lesz többé, ez a lenézett, elfáradt, furcsa világ itt, és abban a pillanatban valami nagyon keserült érzett, tisztán és egészen világosan érezte, hogy a helyén egy nagy üresség marad a világban. Amit az ő számára nem tud majd pótolni, semmi. Még Európa sem, a kultúra sem, az új élet felé haladó, jövendő sem. De Erzsébet mindezt nem érezte. Unatkozott, ásított, búcsúzni kezdtek. A nemzetes asszonynak csak ekkor jutott eszébe, hogy már napok óta nyomja valami a lelkét. Te Gábor, hallod, amit -e, beszélnek? hogy te béfogadtad magadhoz ennek a doboi dászkálnak a fiát. Igaz ez? A főispán elvörösödött. Egészen furcsa volt. Egyszerre gyereknek érezte újra magát, aki az anyja szúró szemeil előtt gonosz csínyekért felel. Bráncsák fogadta föl, de ügyes ember, tette hozzá gyorsan. A nemzetes asszony arca megkeményedett úgy. Hát mégis igaz. Én nem szólok bele a dolgaitba, Gábor. De meg kellett volna gondolnod, mielőtt cselekszel, hogy miféle embernek adsz kenyeret. Tudod ki az apja? A legaljasabb gazember, akit ismerek. Ő gyújtotta föl a házunkat, ő lázította ellenünk a falut, és a fia se lesz különb. Hát nem tudtál egy rendes magyar embert kapni? de rendes magyar ember lesz ebből is mama, védte Gábor. Szorgalmas is ügyes, de igazán nem tett semmi rosszat. Erzsébet is beleszólt. Senkit sem lehet elítélni az apja miatt. A nemzetes asszony végignézett rajtuk, szigorúan, keményen. Persze, ízelegni tudtok, sti felültök nekik. Minket ütöttek, s nektek hízelegnek. Ha azt tudnám, hogy valaha az én udvaromon ez az olákölyök fog rendelkezni a béreseknek, akkor még ma felgyújtanám az egészet. Én még emlékszem arra, ami volt, és kár, nagy kár, hogy ti feledni akarjátok. A búcsúzás hangulata elrondulta ezt a jelenetet. A fő ispán rossz kedvűen ült be a számba, haragudott bács Jánosra, Brencsákra, mindenkire. Mégsem határozta el, hogy még aznap fölmond neki. A szán megindult csatanya, elmaradt az estében. Kerekem, néma, hóleptett dombokon körvonalak látszottak, a hó csikorgott, s a szán futott a falu felé. Egy perc és minden elmaradt. Már a réten voltak, már befordultak a házak közé, Már látszott fent a dombon a kastélyból kivillanó lámpafény. Hideg volt. Összehúzta magán a bundagallériát. A közeledő kastélyjal visszatért az élet, A gondok, a tervek, célok, tennivalók, Visszatértek, ellepték újra, Pontos ügyek, halaszthatatlan tárgyalások, sürgős kötelességek, s már eszébe sem jutott bács János többé. Kivételesen még engedélyezett magának egy napot. Utána úgyis három hétig nem jöhet haza. Budapesten kell legyen, mondotta Erzsébetnek és az asszony bólintva vette tudomásul, menjen Gábor, ha dolga van. Erzsébet tudta, hogy ezeknek a pesti utaknak kitérőjük is van valahol. Suttogó plegykák beszéltek valami havasi házról, fent a Máramarosi hegyeken. De sosem mutatta, hogy tud erről. Erzsébet okos asszony volt. Szerette a férjét a maga módja szerint, de féltékeny nem tudott volna lenni. Szerette benne a gondos és jó családapát, az értelmes, rokonszenves embert és megbízható élettársat. De a férfiakról megvolt a véleménye. Ami szerelmi hűségüket illeti, tudta, hogy az ilyen házasságon kívüli varga betű tartozik a férfi életéhez. Mint az étel, az ital, vagy a levegő. Úgy magyarázta ezt, hogy a férfi van, vannak bizonyos állati vonások. A dac, a hiúság, a verekedési ösztön, az uralomvágy, és legfőképpen a szerelem. Ezek nélkül nincsen férfi legfeljebb, az egyik küzd valamicskét ellenük, a másik meg semmit. Erzsébet asszony egészen pontosan tudta, hogy ebből a három hétből Legfeljebb egyet tölt el Gábor Budapesten, a többit annál a bizonyos asszonynál. Mégsem érzett semmi fájdalmat vagy bosszúságot. Legfeljebb egy kis diákos örömet, olyan csíntevő kár örömet, hogy Gábort így becsaphatja. S néha arra gondolt, milyen furcsa arcot vágna Gábor, ha rájönne, hogy ő már rég tud erről. És ilyenkor nevetni kell hanem azért néha izgatta a kíváncsiság. Szerette volna látni azt az asszonyt. Vajon szőke, vagy fekete, magas, alacsony? Van benne valami különös, amivel Gábort magához tudja vonzani? És ha van, mi az? Néhány évvel ezelőtt egy színésznő volt, arról is tudott, egészen jelentéktelen személy volt, de olyan hihetetlenül szőke és rózsásbőrű, bőrű, hogy Gábor megkívánta, és később alig tudott mentődni tőle. Ő tudta az egész esetet, a nőt is látta néha, és még azzal is tisztában volt, hogy mikor, és milyen nehézségek árán sikerült Gábornak szabadulnia tőle, s hogy ez a szabadulás pontosan mennyi pénzébe került. Ezek Gábornak fogalma sem volt arról, hogy ő mindent tud és mennyit kellett nevessen magában, mikor Gábor gondtelt arcát látta, fejfájásról, álmatlanságról panaszkodott. És ötette magát, hogy elhiszi. Gyógyító teákat főzetett, és porokkal etette szegényt. Majd ennek is olyan formán lesz vége egyszer, gondolta Erzsébet csöndes kárörömmel, és megint belekerül Gábornak néhány hízott ökrébe a mulatság. S azzal nyugodtan és derűsen hozzálátott, hogy mindent gondosan becsomagoljon az úti bőrönbe, ami erre a három hétre kell. Még meleg alsó ruhát is tett a táskába, amit egyébként nem szokott Gábor városra vinni, de a hegyek között jól fog jönni szegénynek bizonyára. Azon az elutazás előtti napon feljött az öreg pópa, Muresán Indrei a faluból. Kopott, pecsétes ruhában, gondozatlan szakállal botorkált föl, s az inas csodálkozva kérdezte től, hogy mit akar. Búcsúzni akarok, nézett zavaros tekintettel Muresai Indré az inasra. Azt mondja meg, búcsúzni akarok. A főispán a nappaliba fogadta, leültette, szivarral is megkínálta. Csak nem megy el innen, tisztelendő úr? kérdezte szívesen. A pópa nézte a főispánt, s a tekintetében valami furcsa, valami zavarosság. Elmegyek, bólogatott komolyan, s a szemét le nem vette a főispán arcáról. Elmegyek. Sová hová megyen, tisztelendő úr? Hová megyek? A púpa fölkapta a fejét, beletúrt borzas szakállába, majd bizonytalanul legyintett a kezével. Elmegyek el. Messzire. Nem akarok itt maradni többet. Érti a -e, báró Nem akarok. Hirtelen a ruhájára mutatott. Látja ezt a ruhát? Látja, milyen piszkos, csupak korom, piszok! Ez mind a tűztől van. Azért nem maradok. Ahová érek, mindenütt korom van. Ahová nyúlok a kezemmel, fekete lesz, fekete, nézze, akárhogy mosom, nem jön le a feketeség. És mutatta a kezeit, ráncosak voltak, de tiszták. A főispán egyre növekvő aggodalommal figyelte, hiszen ez megbolondult. Villant át a fején, Móresán Indré csüggetegen legyintett. Persze, hogy nem lássa, nem is láthatja. Még kicsi volt akkor. De az öreg báró úr látná. Az öreg báróné is látná. A báró úr most is azt hiszi, hogy az öreg Múresán Indré bolond. Pedig nem az. Az öreg báró úr tudná, hogy nem vagyok bolond. De az öreg báróné is tudná. Ők látnák hogy fekete vagyok a koromtól, ők mindig is látták. Fekete a kezem, az arcom, a ruhám, és nem tudom lemosni. Nem látszik, mégis fekete, és mégis tudom, hogy nem tudom lemosni. Tudja mi ez, báró úr? Előredült, közelebb hajolt, mutató fölemelte szája magasságáink, úgy sukta reketten. Ez az Isten, bár úr, az Isten, aki bennem van, az Isten. Úgy maradt egy darabig, előre hajolva, fölemelt mutató ujjal. Arcán rémület volt. Aztán összecsuklott, magába roskadt, s egyszerre nagyon-nagyon öreg lett Moresán Indrei. A főispán aggódva nézte. Ne hozassak doktort, tisztelendő úr, rosszul érzi magát? A pópa fölnézett rá, aztán megcsóválta a fejét és legyintett. Nem, báró úr, nem vagyok én beteg. Bolond se vagyok, amiért öreg vagyok, s amiért megláttam az Istent. De bár úr ezt nem érti, ezt csak az öreg báró úrék érthetnék. De oda nem megyek el. Én nem bocsánatot kérni jöttem, és nem búcsúzni jöttem. Én azért jöttem, hogy mondjak valamit a báró úrnak. Egy tanácsot mondjak. Lehajtotta a fejét, Néhányszor végig simított a szakállán, a parket kockáit nézte, amíg beszélt, azokat nézte végig. Bár úr, kezdte rekedte suttogással. Amit én tettem, azt megtette volna más is, mindenki, aki román. Földzsűjtson egy, föld egy kastét, akiben urak laknak, magyar urak. Én földjújtottam. Én s a falu. Ezt a kastét itten földjújtottam. Egy egész hétig éget, éget, füstöt, fekete volt minden tőle. Én néztem, s örventem, s én is fekete lettem, bár úr. Fekete lettem, tudja, bár úr, ha az ember valamit nagyon akar, akár jót, akár rosszat. Akkor már előre leszámol az Istennel. Én is leszámoltam. Azt hittem, hogy leszámoltam. Gondoltam, bűnös leszek pokorra jutok. De nem lesz itt többé kastély, és a románok lesznek az urak ebben az országban, és ezt én csinálom, és akkor nem baj, ha én bűnös leszek is, és elviszen az ördög. De nem úgy lett, ahogy gondoltam. Az Isten legyőzött. Újra fölépítette a kastélyt, mert nem a báró úr építette fel, ne, hogy azt higgye, az Isten építette fel, hogy engemet legyőzzön. És most itt a kastély, éppen itten van, mint az előtt. Csak én belőlem lett bűnös ember, fekete kezű ember, fekete arcú ember, én belőlem. És a faluból, a románokból, akik ott voltak, és akik csinálták, amit én mondtam, Hát, ez a borzasztó báró úr. Ha az ember odadja valamiért a lelkét, odadja az ördögnek, és az ördög becsapja, az Isten megtréfája, mit tehet akkor az ember? Muresán Indré fölemelte a fejét, és egyenesen a fő ispán szemébe nézett. Egyenesen, mereven a szemébe. Én azért jöttem, hogy megkérjem a kegyelmes Báró urat, megkérjem, öljön meg engem, Báró úr! Mit csináljak? Hökkent meg a főispán, öljön meg! súgta eszelősen a vénpópa engem és ezeket mind. Tegyen ítéletet rajtuk! Istené az ítélet! mondta a főispán zavartan, éppen ezért. Szemet, szemért, fogat, fogért, azt mondja az írás, tegye azt velünk a kegyelmes báró úr, amit mi tettünk a kegyelmes báró úr apjának vagyonával. Pusztítson el minket, égessen föl minket, hogy vezekelhessünk a bűneinkért, és legyen a lelkünknek Istenben nyugodalma. Nézték egymást hosszasan, aztán a főispán lassan és komolyan megszólalt. Tisztelendő úr, ami eltelt, az eltelt, s az ítélkezés Isten dolga egyedül. Itt újra rend van és békesség, és ebből megtanulhatja mindenki, hogy az igazság ellen nem lehet fegyverrel támadni. Mi nem bántjuk a románokat. Éljenek közöttünk tisztességesen és békében, legyenek jó polgárai ennek a hazának, s mi nem teszünk, kivételt velük. Szabad országnak, minden népe egyformán szabad. Az öreg pópa felugrott, szemei lázban izzottak, szakála borzoltan merett a főispán felé, hangosan kiabálta. Hát nem látja, mi van itt. Nem látja? Azt akarják, hogy csupa bűnös ember legyen itt? Fiaink és unokáink is bűnösek legyenek, fekete kézzel járjanak és fekete arccal, és ne lejen nyugodalmat a lelkük? Hát nem látja, bár úr? Hogy itt újra tűz lesz, és újra tűz lesz, és ameddig a világ fennáll, addig csak tűz lesz. Ha a bűnösöknek örökösen megbocsátanak. Én azt akarom, hogy a népem elmenjen innen. Én azt akarom, hogy az én népemet elűzzék innen, elverjék innen, ha kell megöljék, kipusztítsák, csak hogy elkergessék innen. Mert ennek a népnek nem itt van a hazája, Báró úr és akármilyen igazságos is legyen az ország, ha másé, akkor nekem nem lehet igazán hazám. És jaj az olyan népnek, amelyiknek nincs hazája. Annak fekete lesz a keze, és fekete lesz az arca, mert el kell adja lelkét az ördögnek. A főispán is felállt, felhúzott szemöldökkel, kicsit gunyorosan nézett a pópára. Tisztelendő úr politikai felfogása kissé különös. Mi nem bántjuk a nemzetiségeket, amik híven engedelmeskednek az államhatalom parancsainak. Öldökölni, gyújtogatni pedig nem enged erkölcsi és emberi érzületünk. Minden bűn önmagában hordozza a büntetést. Mi megbocsátunk. A múltak védségeit tisztelendő úr népének. Hogy Isten megbocsátja-e, vagy nem, azt tisztelendő úr jobban tudja, mint én. Ami pedig a jövőt illeti, biztosítom tisztelendő urat, hogy ebben az országban többé semmiféle tűz nem lesz. De velünk mi lesz, bár úr? Velünk, románokkal? Fekete marad a kezünk, fekete marad az arcunk? És sose lesz hazánk? Sose lesz tiszta lelkünk? Soha nem büntet meg senki ebben az országban, ha bűnt követünk el? Hogy tisztulhassunk meg a szenvedésben? A fő ispán szája körül gúnyos mosoly rezgett. Tisztelendő úr, ez az ország nem büntetéssel, hanem szeretettel neveli gyermekeit, emberséggel és türelemmel és aki méltatlan lesz ehhez, az megbűnhődik saját lelki ismeretében. Azt hiszem, ilyennek írja le a Szentírás, Isten országát is tisztelendőr, jobban kell tudja, mint én. S mi ebben a földi életben, ugyebár, arra kell törekednünk, hogy minél jobban megközelítsük ezt. Moresan Indré egy pillanatig csodálkozva, szinte ilyetten nézett a főispára. Aztán legyintett, megfordult, s az ajtó felé indult, onnan dör mögött vissza. Isten országát talán lehet vezetni így, de földi országot? Azt nem lehet bárór, azt nem lehet bizony. Morogva ment le a lépcsőn, még a kertbe is egyre dünnyögött. Mikor hazaért, a cselédet elkergette, bezárta maga mögött az ajtót. Este még látták, akik az ablak előtt elhaladtak, térdelt a padlón, egy szál gyertya mellett és imádkozott. Reggel, mikor jött a cselét, hogy tüzet tegyen a konyhán, zárva volt a ház. A zörgetése sem felelt senki. Később mások is jöttek, betörték az ajtót. Muresan Indrét ott találták a belső szoba ajtaján, fölakasztva. Szája tátva volt borzalmas szakállára, ráfagyott a nyál. Szemei mereven egy pontra néztek, s úgy düledeztek ki, mint valami rémületes láttán. Bizonyára az ördögöt látta meg halála pillanatában Muresai Indri. Az emberek, akik koporsóba tették, legalábbis ezt suttogták egymás között. És szapora kézzel, Betették a keresztet.